Ez a Nyíregyházi Televízió híradója 2023. május 23-án este 7 órától. Kezdünk! Záró konferencia. Közel 4 éves munka ért véget a Better projektben. Idősügyi tanács, könyvkiadás, kiállítás és kanzánséta a napi rendek között. Évkönyv bemutatta 64. kötetét a Józsa András Múzeum. Híradó a Nyíregyházi Televízióban. Jó estét kívánok! Közel 4 éves munka ért véget a 2019-ben indult határokon átívelő Better projektben. A Városháza Krúdi terme adott helyet a záró konferenciának kedden, ahol a résztvevő 5 partnerváros képviselői gyűltek össze, hogy szakmai előadásokat hallgassanak meg, és tapasztalatcserét folytassanak arról, hogy miként vettek át jó gyakorlatokat egymástól az e-közigazgatás területén. A Better egy 2019-ben indult Interreg Europe projekt. Célja, hogy az e-közigazgatási megoldások fejlesztésével és bővítésével minden felhasználó számára előnyöket szerezzen. Ezek a megoldások támogatják a helyi és területi hatóságok regionális innovációs törekvéseit, erőforrásokat szabadítanak fel, és ezzel párhuzamosan a magánszemélyek és vállalkozások jobb közszolgáltatásokhoz jutnak hozzá. A projekt 5 város összefogásában valósul meg. A partnerségben érvényesül a kiegyensúlyozott földrajzi lefedettség elve. Az Európai Unió északi részéről svéd és észt, nyugati részről brit, a déli égtájról olasz, keleti részéről pedig Nyíregyháza, mint magyar partner alkotja a konzorciumot. Mi az első ciklusban létrehoztunk egy polgármesteri kabinetet 2011-ben, azon belül hangsúlyosan egy pályázati referatúrát, ezért is tudtuk annyi pályázatot nyerni, 3 fővel indult, aztán közel 20 fővé vált. És 2014-ben pedig azt határoztuk el, hogy transznacionális projektben szeretnénk részt venni, és lassan 10 év telt el, és 10 sikeres projekt van mögöttünk. Ezzel kitágult a látókörünk, tehát ebben a projektben is Genova, Birmingham, Jevle és Tartu vesz részt. Ez egy több mint 3 évig tartó projekt. Arról szólt, hogy az e-közigazgatás, a digitalizációt hogyan tudjuk használni. És nagyon tanulságos volt. Arra törekszünk, hogy beépítsük az önkormányzati rendszer mindennapi munkájába, tehát konkrétan a fenntartató városi fejlesztési stratégiánkban már tudtuk hasznosítani, de arra is törekszünk, hogy ez átmenjen a köztudatban, tehát a városban működő cégek, szervezetek és az itt élő emberek is tapasztalják közvetve ennek a hasznait. Valamennyi partner intenzíven dolgozott azon, hogy tapasztalatait a saját regionális cselekvési tervébe foglalja, melynek tevékenységei az egymástól tanult jó gyakorlatokon alapulnak. A projekt második fázisában a partnerek megkezdték a cselekvési terveik megvalósítását, ez az időszak a Városháza Krúdi termében tartott keddi záró konferenciával fejeződött be. Nyíregyháza megyei jogú városa kiváló gyakorlatokat ismert meg a partnerektől. Genova önkormányzata a KKV-k and Startupok regiszterére fókuszált, mely egy online platform, amely összegyűjti a kis és közepes vállalkozásokkal és startupokkal kapcsolatos helyi eseményeket, híreket, információkat és támogatásokat, illetve összeköti őket a helyi közigazgatással. Very good cooperation. Nagyon jó az együttműködésünk Nyíregyházával, számunkra a legjobb partnerváros. Nyíregyháza nagyon erősen koncentrál a munkára, valamint arra, hogy a legmegfelelőbb eredményeket érje el a projekt kapcsán. A közreműködő munkatársak célorientáltak, nagyon jó a szervezettség. Örülünk, hogy Nyíregyháza partnerei lehetünk. A Better projektben közel 4 éves munka ért végéhez a keddi záró konferenciával. Nyíregyháza polgármestere az eseményen elmondta, a projekt végrehajtása során tanultak beépítése a fenntartható városfejlesztési stratégiába már folyamatban van, valamint kifejezte, hogy a közös munka csak a kezdete egy hosszú távú együttműködésnek. Az Interreg Better projekt záró konferenciáján mind az 5 partnerváros képviselői jelen voltak, szakmai előadásokat hallgattak meg, és megtekintették Nyíregyháza város imásfilmjét is.
Egy irodalmi és egy képzőművészeti pályázat sorsa dőlt el az idősügyi tanács ülésén, melyet a Sóstói Múzeumfaluban tartottak. A tanács tagjai egy virtuális utazáson ismerhették meg a vármegyei kincseket, azokat, amelyek bekerültek az értéktárba. Emellett programot és egy karitatív tevékenységet is ajánlott a skanzen igazgatója. Az idősek napján tartott hagyományos sétának a Sóstói Múzeumfalu ad majd otthon szeptember végén vagy október első napjaiban. Ehhez a tervhez igazította a szépkorúak eseményeit koordináló tanács az alkotó idősek pályázat kiállítását, mely képzőipar és népművészeti anyagot gyűjt össze és mutat be a városlakóknak. Mesélj el nekem, pályázatokat már elbírálták, és most arról fogok beszámolni, hogy körülbelül ennek a pályázatnak a díjkiosztása mikor várható. 27 a mű érkezett be ebben az évben, az bírálta el a zsűri, úgyhogy egyeztetünk, és az átadót is megcsináljuk, már nagyon várják az alkotók, hogy mik lettek az eredmények. A másik pedig egy leendő pályázat, ami a kézügyességre megy ki elsősorban, az alkotóidősek pályázata, ez is már folyik több éve itt a városban, ezt pedig szerintem őszre fogjuk majd a megnyitóját ennek eltenni, de a részleteit ezt most kell majd megalapozni. Gyors egyeztetés után aztán megszületett a döntés. Sétáról, kiállításról és arról, hogy a Meséld el nekem irodalmi pályázat eredményhirdetése megtörténik a közeljövőben, de a kötet csak a későbbiekben jelenhet meg. Alkotóidősek megnyitója szeptember 28-án lesz, és a szokott helyen, tehát a Váci Mihály Művelődési Központban, és 29-én, pénteken, itt a Sóston lesz az idősek sétája. Tehát mondhatom, hogy ez egy csomagot képez, ilyen ünnepi csomagot. Ha 29-én esne az eső, akkor az esőnap az pedig... Október 2, az pedig egy hétfői nap. 1500-2000 nyugdíjasra kell számítani az ünnepnapon. Kedves felhívást intéznek a vendégek felé, akinek van olyan jellegzetes régi tárgya, melytől nem túl nehéz megválni, hozza be a múzeumfaluba, és meséljen annak eredetéről, hasznáról. Nem véletlenül fogadta az idősügyi tanács tagjait a múzeumfalu a Túr Istvándi csűrben, hiszen itt látható az a virtuális tárlat, még inkább gyűjtemény, mely a vármegye értéktárba került kincseit mutatja be. Számítunk nyáron az idősekre, hiszen ők azok, akik fogják a kis unokáikat és meglátogatnak bennünket. A napi programjainkat különösen kedvelik, hiszen a nyári szünetben minden napra tartogatunk egy élőportát és egy kézműves tevékenységet, és ők ezt aktívan követik is a Facebook oldalunkon vagy a Múzeumfalu honlapján, illetve a gasztrorendezvényeinknek is aktív látogatói, ők azok, akik pozitív és negatív kritikával illetik az ételeket, hiszen olyan népi recepteket veszünk elő, amely az ő gyerekkorukhoz is köthető, és hát véleményt is formálnak, és örülünk neki, hiszen nagyon építünk arra, hogy közösen alkossunk majd jót a jövőben. A Sóstói Múzeumfalu igazgatója arról is szólt, hogy a szociális intézményekben, öreg otthonban lakó beteg, esetleg demens idősek számára na, a tavalyi jól sikerült program, például a kenyérsütés vagy vajköpülés után idén lekvárfőzést, befőtt készítést és egyéb falusi munkákat terveznek. A nyugdíjasok nagy kedvezménnyel, 70 év felett pedig ingyen látogathatják a közgyűjteményeket, múzeumokat, így a sóstói skanzent is. Az idősügyi tanács titkára felhívja társai figyelmét arra, hogy ezen a héten szerdán 15 órától ismét előadás lesz az öregedés művészete sorozatban, mely a trianoni békediktátum évfordulójára emlékezik. Tóth Miklósnét városunk szépkorú polgárát 90. születésnapja alkalmából köszöntötte Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata. Magyarország kormánya és Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata emléklapját hétfő délután ünnepélyes keretek között adta át az ünnepeltnek Halkóné dr. Rudolf Éva közgyűlési képviselő és Kisné Orosz Anita a szociális és köznevelési osztály munkatársa.
A Józsa András Múzeum 64. évkönyvét mutatták be kedden a szerzők, dr. Rémiás Tibor és dr. Holmár Zoltán. A szaktanulmányokat tartalmazó kötet népszerű, számos nyugat-európai intézmény jelezte az érdeklődését. Az évkönyv a Kállai gyűjteményben, illetve a Sóstói Múzeumfaluban is elérhető. Döntő többségében a történelem, néprajz, régészet, restauráció tudományágak szaktanulmányait olvashatjuk a Józsa András Múzeum idei évkönyvében. Új alfejezettel is bővült a Szolgáltató Múzeummal. A keddi sajtótájékoztatón elhangzott, a muzeológia egyre távolodik attól, hogy a tudományt helyezze a fókuszba, helyette a szolgáltatásokat gyarapítja. Ez magába foglalja a minél szélesebb korosztály kiszolgálását kulturális szórakozási lehetőségekkel, például nagy közönségeket megcélzó kiállításokkal vagy múzeumpedagógiai foglalkozásokkal. Az évkönyv első oldalain megemlékeznek a tavaly elhunyt Veszprémi Lászlóról, aki a régészeti osztály oszlopos tagja volt. A Vármegye egyik legrégebbi szakfolyóiratának szerzői dr. Rémiás Tibor és dr. Holmár Zoltán. Mi ahhoz tartjuk magunkat, muzeológusok, hogy azok a tudományos eredmények, amik évközben megszületnek, azok lássanak napvilágot. És nekem vesző paripám, hogy ez a továbbiakban is nyomtatott formában, persze digitális formában is sok minden látszik, részeredmények, részkutatások és így tovább, de a hagyományt szeretnénk megőrizni a tekintetben, hogy folyamatosan szeretnénk kiadni ezt az évkönyvünket. Nagy érdeklődés van különben még Cambridge-i egyetemről is, Londontól kezdve Nyugat-Európán keresztül, természetesen Lengyelországba is, meg akikkel csere kapcsolatban vagyunk, mindig várják és mindig kérdezik, hogy lássák az új eredményeket. Ugye elsősorban a régészeti, történeti, néprajzi eredményekre nagyon kíváncsiak, meg hát a publikációs listára is, hogy kik mit alkottak abban az évben, és mi egymás munkáját figyelemmel kísérjük. Az új kiadvány már a 64., mely a Kállai gyűjteményben, illetve a Sóstói Múzeumfaluban is elérhető. Dr. Holmár Zoltán két szaktanulmányt írt a kötetbe. Két tanulmányt írtam, eredetileg egy lett volna, de a lektorom dr. Ben János javaslat alapján ketté osztottam, mert nagyon hosszú lett volna együtt a kettő, és adta a logikáját az osztásnak az a része, hogy ha már a Kállai családnak két nagy ága van, a napkori meg az orosi, akkor külön beírom tanulmányként a napkori ágot, illetve az orosi ágot, úgyhogy így egy közel terjedelemben azonos két tanulmány született meg, ami a családnak az 1848-49-es szereplőit mutatja be egyenként, ki milyen szerepet töltött be a szabadságharc során. Apropóját meg ugye az adja, hogy idén 175 éves a Magyar Honvédség. A Józsa András Múzeum várható nyitása még viszonylag messze van. Dr. Rémiás Tibor igazgató kiemelte, hogy a két tagintézmény, a Kállai gyűjtemény, illetve a Sóstói Múzeumfalu azért is dolgozik, hogy a lakosság ne érezze a múzeum hiányát. Izgalmas és érdekes programokon vehetnek részt a látogatók, megtapasztalva a Szolgáltató Múzeumot. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Megbízásából a Tréner Kft. Nyíregyháza város közigazgatási területén 280 hektáron légi, illetve 33 hektáron földi szúnyoglárva irtást végez május 24-én szerdán az időjárás függvényében. Kiemelt területek a Sóstói és a Bújtosi tava környezete, a Tokaji úti piac mögötti vizes terület, Bormánya mélyen fekvő területei, az Igrice csatorna, a Kótai úti szennyvíztisztító kezelhető környezete és a város más mélyen fekvő területei. A gyérítést a kora reggeli órákban szélcsendben végzik az elsodródás elkerülése érdekében. A védekezésre használt szer emberekre, melegvérűekre nem veszélyes. A nyugdíjasok is veszélyeztetettek az online csalásokkal szemben, melyek legtöbbször a vagyon ellen irányulnak. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. A reggeli csúcsforgalomban történt baleset kedden a Pazonyi térnél. Figyelmetlen sávváltás okozta a karambolt. A felek a felelősség kérdésében nem tudtak megegyezni, a rendőrség intézkedett az anyagi kárral járó baleset helyszínén. A Magyar Közút Nyíregyházi üzemmérnöksége megkezdte a kátyúzási munkálatokat a Ferenc körúton. Forgalomkorlátozás mellett kedden és szerdán zajlanak a munkák.
Két személygépkocsi ütközött a Szegfű és István utca csomópontjánál. A vétlen járműből egy gyermeket és egy felnőttet szállítottak kórházba. Mindkét jármű totál károsra tört, a rendőrség vizsgálja a baleset okát és körülményeit. Kedd délelőtt a Színház utcán az elektromos légi vezetékekre ráhajló fák ágait vágták le emelő kosárból. A szakemberek forgalomkorlátozás mellett dolgoznak egész héten a belvárosban. A nyugdíjasok is veszélyeztetettek az online csalásokkal szemben, melyek legtöbbször a vagyon ellen irányulnak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya szervezett képzést, melynek célja, hogy felkészítsék a szépkorúakat az ilyen jellegű bűncselekmények kivédésére. A résztvevők csapatokban dolgoztak, különböző ügyességi, kreatív feladatot oldottak meg. A Vármegyei Nyugdíjas Szövetség vezetői vettek részt a hétfői kortárs segítő képzésen. Az esemény célja, hogy ismereteket szerezzenek az online felületeken történő bűncselekményekről és azok megelőzéséről. A vezetők feladata, hogy a megszerzett tudást és tapasztalatokat továbbadják a saját nyugdíjas egyesületeikben. A közösségi oldalak használata révén lehetőség nyílik arra, hogy valakinek a fiókját feltörjék, különböző bántó, sértő módon támadásoknak legyen kitéve, bár ez inkább a fiatal generációra jellemző. Alapvetően itt azért az online csalások jöhetnek leginkább szóba, a különböző bankkártyás, folyószámlához kötődő visszaélések, hiszen ők, nekik is a folyószámlára érkezik a nyugdíj, tehát azért már postás is kiviszi nyilván, de azért nagyon sokan napi szinten használják a banki felületet, tehát alapvetően ezek, amelyek miatt veszélyeztetek, illetve hát nyilván ők is most már a vásárlásnak a szokásai átalakultak, sokan online vásárlást hajtanak végre, megvásárolja magának a különböző terméket, mit lehet tenni annak érdekében, hogyha a termék ténylegesen megérkezzen, hogy ne utaljon előre, mire figyeljenek oda a vásárlások során. Tehát alapvetően ezek azért vagyonelmi bűncselekmények, csak most már online térben valósulnak meg, és ebben ők alapvetően nagyon veszélyeztettek. Dr. Kovács Attila arról számolt be, hogy egyes felmérések szerint az év végére minden ötödik bűncselekmény az online térben fog megvalósulni. A szépkorúak különösen veszélyeztetettek, ezért fontos, hogy ismerjék meg ezeket a bűneseteket. A résztvevők csapatokban dolgoztak, különböző ügyességi, kreatív feladatokat oldottak meg. Ilyen volt például egy plakát készítése, mely az idős közösség figyelmét hívja fel az online kártyás csalásokra. Ezt követően szituációs feladatot oldottak meg, végül tesztlapot. A bűnmegelőzési osztálya jövőben tervezi továbbvinni a programot, kiegészítve a nem online térben megvalósuló bűncselekményekkel. Mindenképpen lesz még, akár ebben, akár más tárgykörben, hiszen a célunk az, hogy tényleg minél kevesebb bűncselekmény valósuljon meg, meg kell szólítanunk az idős embereket, most már tényleg ők is bármilyen bűncselekménynek lehetnek a sértetjei, úgyhogy ennek lesz folytatása, ebben egészen biztos vagyok. A program során a legjobban teljesítő első három helyezett a bűnmegelőzéssel kapcsolatos könyvet, valamint láthatósági mellényt, a többi résztvevő emléklapot, valamint karkötőt vihetett haza a megszerzett tudás mellett. Nyíregyházán rendezték az U18-as leány kosárlabda bajnokság B döntőjét. A házigazda nyíregyházi kosársuli izgalmas meccseket vívott, és a harmadik helyen végzett. Nyíregyháza adott otthont a leány kosárlabda junior bajnokság B döntőjének. A házigazda nyíregyházi kosársuli számára ez a rendezés miatt terhet jelentett, de hazai környezetben szerettek volna jól szerepelni a lányok. Talán inkább előnyt jelenthet a hazai pálya. Tehát mi ugye ezt az országos döntőt elsősorban azért rendeztük meg, mert nem szerettünk volna ugyanabba a helyszínre menni, ahol már két éven keresztül voltunk, és ugye nem igazán volt jó visszhangja a játékosainknak. Ők nagyon szerették volna, hogyha itt főleg aki utolsó éves junior, hogy egy olyan országos döntőn vegyen részt, ami ugye élmény marad meg neki, de végülis az utánpótlás éveit ezzel fogja lezárni. Tehát nem mindegy azért, hogy milyen lesz ez az utolsó. Ezért gondoltuk, hogy akkor legyen. Meg a másik az, hogy a mi kicsi kosarasainknak is szerintem ez egy kimondottan jó alkalom arra, hogy lássák a nagyokat, lássák azt, hogy hova kellene esetleg fejlődni. Az egyik edzésen a fiatalabbakkal közösen dolgozott az U18-as gárda, ami szintén komoly motivációt jelentett a kicsiknek. Közösen edzettek a serdülők a junior csapattal, mert ugye létszám miatt így tudtuk megoldani, és próbáltuk őket egy kicsikét úgy, hogy ne hangolódjunk mindenre, és hát a serdülőknek akkora pozitív élményt adott, és olyan boldogan mentek haza, hogy ők edzhettek a Dobó Lillával, a Karsai Zsókával, és a Pálóci Pannával, és mindenkivel,
hogy néha igen, elkezdem gondolkozni, lehet, hogy ilyen edzéseket is meg kell, hogy szervezzünk, mert a gyerekeknek ez egy óriási élmény. És bízok benne, hogy kijönnek ezek a gyerekek, itt szurkolni fognak, és ez olyan erőt fog adni a lányoknak, hogy a tüzön, vizen, kövön és falon is mindennel keresztül mennek, és esetleg sikerül legalább 2 mérkőzés nyerni, és akkor már, hogyha döntőt játszunk, úgy gondolom, hogy ott már megint bármi lehet. Nos, pénteken győzelemmel kezdett a Kossársuli a Sopron ellen, majd a második találkozón szoros meccsen maradt alul a Győrrel szemben. Vasárnap így a harmadik helyért játszott a Gárda a Beac Új Buda együttesével. A mieink nagy csatában hosszabbítás után győztek, a nyíregyháziaknál Dobó Lilla és Karsai Zsóka ketten együtt 56 pontot szereztek. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer, röviden. Közel 4 éves munkaért véget a 2019-ben indult határokon átívelő Better projektben. A Városháza Krúdi terme adott helyet a záró konferenciának kedden, ahol a résztvevő 5 partnerváros képviselői gyűltek össze, hogy szakmai előadásokat hallgassanak meg és tapasztalatcserét folytassanak arról, hogy miként vettek át jó gyakorlatokat egymástól az eközigazgatás területén. Egy irodalmi és egy képzőművészeti pályázat sorsa dőlt el az idősügyi tanács ülésén, melyet a Sóstói Múzeum faluban tartottak. A tanács tagjai egy virtuális utazáson ismerhették meg a vármegyei kincseket, azokat, amelyek bekerültek az értéktárba. Emellett programot és egy karitatív tevékenységet is ajánlott a skanzen igazgatója. A Józs András Múzeum 64. évkönyvét mutatták be kedden a szerzők, dr. Rémiás Tibor és dr. Holmár Zoltán. A szaktanulmányokat tartalmazó kötet népszerű, számos nyugat-európai intézmény jelezte az érdeklődését. Az évkönyv a Kállai gyűjteményben, illetve a Sóstói Múzeumfaluban is elérhető. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!